Vadonatúj a parketta a Munkácsi utcai Tagovoda egyik csoportszobájában. A padlózat cseréjén túl további felújítás is megvalósult az elmúlt időszakban. A Mókus csoportba például egy új fal épült, így megszűnt a régi tolóajtós elválasztás. Az intézmények felújítása folyamatos a nyári időszakban. Több mint 150 millió forintot költ a különféle munkálatokra a városvezetés, mondta Szántó Zoltán alpolgármester a Közéleti magazinban. Intézmény felújítási sorra az idei évben 88,9 millió forintot tett a képviselőtestület, karbantartás, intézmény karbantartás sorra 59,7 millió forintot, és a tisztasági festésekre külön 25,4 millió forintot biztosít a város, hogy a paksi gyermekek olyan körülmények között töltsék a mindennapjaikat ezekben az intézményekben, amelyek ritkák még a környezetünkben is. Van olyan intézmény, ahol még nem készült el a felújítás, azonban a szervezésnek köszönhetően a munkálatok nem befolyásolják a nyitvatartást, tette hozzá Paks alpolgármestere. A Napsugár óvoda Vörösmarty utcai tagóvodában nem végeztek egyedül. Intézményvezető asszony jelezte, hogy az elkövetkező hetekben 15-20 gyermekre számítanak a szülők jelzései alapján, ezért gyakorlatilag megoldható, hogy egy kicsit összébb vonják a csoportokat, és ott menet közben a nyitvatartás biztosítása mellett történjenek meg a szükséges felújítások. A Paksi Benedekelek óvoda Kishegyi úti tagóvodájában is lesz felújítás, még a nyáron mindegyik csoportszobában újakra cserélik a régi radiátorokat.